Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. Hosszú órákon át kellett várakozniuk a hétvégén a Szerbiából Magyarországra utazóknak. Nem új keletű dologról van szó, a vendégmunkások és a ramadán ismét átjárhatatlanná tette a szerb-magyar határt. Ezzel a témával kezdünk ma. Bemutatjuk Török Györgyöt, aki idén elnyerte az év úriembere díjat, saját szakterületén elért kiemelkedő eredményeinek elismeréseként. Foglalkozunk a Prosperitáti Alapítvány érvényes integrációs szerződéseinek módosítási lehetőségeivel. Ezután a magyar kanizsai kemping következik, idén is várják a pihenni vágyókat. Tordán templombúcsút és háromnapos falunapot tartottak a hétvégén, a részletekről a szervezőket kérdezzük. Műsorunk végén pedig beszámolunk a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ 15 éves aranykapu játszóházáról. Tartsanak velünk! Több órán át várakoztak a személygépkocsik vasárnap a Horgos-Röszke autópálya határátkelőn, a helyzet pedig Kelebián sem volt jobb. Egyes utazóknak akár 8-10 órát is rostokolniuk kellett, mire átestek mindkét határ ellenőrzésen. A nyugat-európai országokba visszatérő vendégmunkások óriási számban indultak útnak Szerbiából, ami alaposan feladta a leckét a vámosoknak és a határőröknek, illetve próbára tette az utazók türelmét is. A hosszú várakozás másik oka, hogy a nyugat-európai országokba tranzit útvonalon haladó személyeknek be kell mutatniuk egy lakóhelyükről kiállított igazolást a magyar határon, amelynek ellenőrzése 10-15 percet is igénybe vesz autónként. A szerbiai utóokmányokkal érkezőknek továbbra is PCR-tesztre vagy oltottságról szóló igazolásukra van szükség az átkeléshez Nyugat-Európába. Most nézzük meg, milyen volt a helyzet a határon napközben, majd egy interjút láthatnak Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, akit Pető Attila kollégám kérdezett Belgrádban a határhelyzetről. Köszöntöm a közügyek nézőit, torlódások a szerb-magyar határátkelőnél. Ezzel kellett szembesülniük az utazóknak a hétvégén. Arról, hogy hogyan lehetne orvosolni ezt a helyzetet, Pásztor Istvánt, a VMS elnökét kérdezem. Elnök úr, olyanokról számoltak be az utazók, hogy 8-10 órákat is várniuk kellett, mikor is, mire át tudtak jutni ugye a határon. Hogyan lehetne ezt a helyzetet kezelni, hogyan lehetne elkerülni ezeket a tumultusokat? Hát úgy, hogy föl kell gyorsítani a határ átkelésének a lehetőségét. Az igazság, hogy az, ami a hétvégén történt, ez kódolva volt, ez várható volt. Nem gondolom, hogy bárkit is, aki követi azt, hogy a határon mi történik, meg egyáltalán milyen mozgások indultak el a korlátozások könnyítésével, azt esetleg ez meglepett volna. Éppen ezért ezt a helyzetet megelőzendő, én már körülbelül egy hónappal ezelőtt elkezdtem kongatni a vészharangokat, és arról beszélni, hogy meg kellene nyitni a többi ebben a pillanatban még mindig zárt határátkelőt, annak érdekében, hogy ez a helyzet elkerülésre kerüljön. Ebben a pillanatban
Három olyan határátkelő van csak az egész magyar-szerb határszakaszon, amelyik folyamatosan nyitva van, és van még a Királyhalom, Ásotthalom, amelyik a napnak egy bizonyos szakában, illetve két bizonyos szakában van nyitva. Az összes többi határátkelő az bezárt. Ugyanakkor az intézkedéseknek a lazításával, az embereknek az igényének a megnövésével, abban a helyzetben jutottunk, hogy ez a 3-3 és fél határátkelési lehetőség messze nem elég. Ezért a mai nap folyamán újra indítványoztam ennek az ügynek az áttekintését, illetve hát a megoldásnak a megtalálását, mert nincsen mit keresni rajta, tudjuk, hogy mit kell csinálni. Azt is szeretném elmondani, hogy ebben a pillanatban nem a szerb oldalon van a probléma, hanem elsősorban a magyar határőrizeti szervek emberállománybeli korlátozottsága, illetve ezeknek az igényeknek az átcsoportosítása az, ami szükséges ahhoz, hogy ennek az igénynek meg tudjunk felelni. Erről tájékoztattak ez idáig is, és azt gondolom, hogy ebben a pillanatban is ez a helyzet. Vannak esetleg konkrét előrelátható időpontok, amikortól is megnyithatnának ezek a kis határátkelő helyek? Nincsenek. Én minden nap ezt szóvá fogom tenni, és minden nap ezen leszek. Remélem, hogy nem kell ezt túl gyakran, túl hosszú ideig ismételgetnem. A Horgos-Röszke határátkelőnél tervezett bővítések is nagyban hozzájárulnának, nyilván ahhoz, hogy könnyebben lehessen úgy áthaladni ezeken a határátkelőkön. Ezekről a tervekről mit lehet tudni, megvalósíthatóak ezek a tervek a közeljövőben? A közeljövőben egészen biztos, hogy nem. Ez egy hosszabb fejlesztésnek az eredménye kell nagy legyen. Az, amit én a Horgos-Röszkei határátkelő tehermentesítésénél reálisabbnak látok, az a Horgos 2-nek az újbóli megnyitása, mert azt gondolom, hogy ez egyrésztről levenné az autópályáról az ingázókat, sokkal gyorsabbá tenni a határátkelést azok számára, aki az egyik, illetve a másik országnak az állampolgára is. Az autópályán fönnmaradna gyakorlatilag a harmadik országok számára, a harmadik országok polgárai számára a közlekedésnek a lehetősége. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre. Köszönöm szépen az érdeklődést. A közügyeket Belgrádból Pető Attila tudósította. A koronavírust csak a vakcina képes megfékezni. Oltassa be magát, regisztráljon! euprava.gov.rs Legyen újra régi az élet. Regisztráljon még ma az Eupraván. De megteheti a 0800-222-334-es telefonszámon reggel és este 8 óra között is. Csak a kellő számban beoltott ember képes eltüntetni a vírust. Regisztráljon a maga, a családja, szomszédai, ismerősei érdekében. A 14. alkalommal adták át az év úri hölgye és úri embere díjakat Belgrádban. A díjat azok az üzletemberek, politikusok, ismert személyek kaphatják meg, akik a saját területükön kiemelkedő eredményeket érnek el. Az idén a 12 kitüntetett között szerepelt Török György, szegedi üzletember is, a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az ELZ-CERT a Kft. Igazgatója. A díjazottat pedig köszöntöm a stúdióban, hát engedje meg legelőször, hogy a Pannon RTV nevében gratuláljak a díjhoz, amely itt az asztalunkon is látható. Beszéljünk először talán a díjátadóról. Nagyon szépen köszönöm a gratulációt. Örülök annak, hogy itt lehetek önöknél, és elmondhatom azt, hogy a hosszú évek során milyen munkálatokba vettem részt Szerbiába. Az én cégem volt az első külföldi befektető cég Szerbia területén, amire igen büszke vagyok, hiszen a háború után közvetlen senki nem merészkedett Szerbiába bejönni. Én itt voltam olyan építőipari anyagokkal, amik a ablakok, ajtók bezárásához szükséges alkatrészek voltak, és ezeket a mai napig is forgalmazzuk, immár 21 éve. A mi cégünk szállított nagyon sok ajtó, ablakgyártó vállalatnak Szerbiába olyan helyre, ahol ablakokat, ajtókat gyártottak ezek a nagyvállalatok,
több száz embernek adtunk munkát ezáltal, azoknál a beszállítóknál, ahova beszállítottunk. És ugye kórházakat, óvodákat, iskolákat tudtak az emberek működtetni, mert ugye kilőtték, tönkrementek az ablakok, ajtók, nem tudták bezárni az otthonukat, értékeiket nem tudták védeni. És így kezdődött. Nagyon sokat szállítottunk a volt Jugoszlávia területére is. Ez a díj, úgy gondolom, az egyik legkedvesebb díjam, hiszen az életem során nagyon sok díjat kaptam már, de ez azért kedves, hogy a szívemhez nőtt az első pillanattól kezdve, mivel Belgrádba adták át. Belgrád ugye Szerbia fővárosa, és a jugoszláv időkben éltem Belgrádba 7 évig, és ott dolgoztam, és valahogy ez nagyon kedves ez miatt a számomra. Az Epic Centerbe adták át a díjat, ahol olyan 150-160 ember jelen volt, és a Tonkovics, ott látható a képen, a Tonkovics írónő, akadémikus professzor asszony adta át a részemre, ami szintén egy meglepő dolog volt, hogy egy nagyon kedves hölgyel találkozhattam, egy nagyon kedves hölgyet ismerhettem meg az életem során, névjegyet cseréltünk és beszélgettünk. De nem csak a gazdasági aspektusa miatt, hát gazdasági aspektust emelték ki a méltatásban, hanem a humanitárius aspektusát is. Mi az, ami az ön munkájában az? A Rotary Klub tagja vagyok Magyarországon, Szegeden, és a Rotary Klubon keresztül, amikor bármilyen olyan esemény volt Szerbia területén, hogy például Tordán, mert Tordáról beszélünk napokban igen sokat, Tordán levitte a háztetőkről a cserepet a hurikán, azonnal ott teremtünk, vittünk segélyeket a részükre, különböző Duna melletti kis településekre téglát, építőipari anyagokat, pénzeszközökkel segítettük ezeket a falvakat, mert mindig, minden évben volt valami. Én vagyok a Rotary Klubon belül a felelőse a szerbiai területért. Én felelek ezért a kis országért. Tulajdonképpen ami a szívemhez nőtt ez az ország, hiszen én itt is élek, Szabadkán, illetve Szegeden. És ön a Szerb-Magyar Gazdasági és Iparkamara és Kereskedelmi Kamara elnöke évtizedek óta dolgozik a szerb-magyar gazdasági kapcsolatoknak javításán, fellendítésén. Jelenleg milyen az együttműködés? Ön így belülről látja Én ezt. Úgy gondolom, hogy rendkívül jó a kapcsolatunk a két ország között, most már imád hosszú évek óta, aminek nagyon örülök. Ugye az elejében, amikor ide kerültünk a gazdaság területén, nehéz feladatunk volt. A Szabadkai Körzeti Kamarában nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápolunk a mai napig is, az Újvidéki Területi Kamarával is, a Belgrádival is. Különböző üzletember találkozókat szerveztünk, nagyon sokat. Különböző Nistől kezdve, Belgrádon át, Újvidékig, Szabadkán, kiállításokon vettünk részt, nagyon sok kiállítót elhoztunk ezekre a vásárokra, és üzletembereket összekapcsoltunk, szerbeket, magyarokat, magyarokkal a vásárok ideje alatt B2B találkozókat szerveztünk. Több milliárdos befektetéseket tudunk magunk mögött, mind a két ország területén, hiszen mi dolgozunk Szerbiában is, dolgozunk Magyarországon is. És a koronavírus erre hogyan hatott erre az együttműködésre? A koronavírus sajnos odáig szorította a kapcsolattartást az utóbbi időben, hogy online tudunk értekezni, ami részben jó, de az nem emberközeli. Nekünk az kell, hogy kezet tudjunk egymással fogni, hiszen ez nagyon fontos mindenki részére, hogy az üzlet mikor megköttetik, fogjunk kezet, ígyunk egy jó pálinkát, a barátságra. Van még a rituália. Igen, ez nagyon fontos. Nagyon Viszont fontos. Itt még egy faktor, az előző témánk volt itt a közügyekben, a határ. Igen. Ez évről évre visszatérő téma. Egy ilyen kommentárt hallottam, hogy embertelen. Ön szerint ezzel mit lehet tenni? Én
Minden alkalommal, amikor a gazdasági vegyes bizottsági ülések vannak, a kormányközi vegyes bizottsági ülések, ami most lesz júniusban, június elején, azon is részt veszünk. Mi már fölterjesztettük az anyagot a Magyar Külügyminisztérium részére, hogy nyissák meg az összes határátkelőt, ez a kérésünk. Ásotthalmát és Bácskivinográdot tegyék 24 órásra. Nagyon fontos, mert nem csak a személyforgalomra kell itt gondolni, gondolják el azt, hogy mi történik a kamionokkal, az áruszállítással. Egyszerűen érthetetlen 10-15 kilométeres sorok néha. Hát hogy tudunk mi szállítani, hogy tudunk dolgozni? Mert jó, a turista forgalom is nagyon fontos a számunkra, mindkét ország részére, de ez így nem tud hosszú távon működni. Igenis, vegyék föl az injekciót, ha kell, mindenki, és engedjék, nyissák ki a határokat. Én nagyon-nagyon nagy harcosa vagyok annak, hogy a közlekedést javítsuk, sokkal, de sokkal jobban kell dolgozni a magyar határőrizeti szervezeteknek. Ez tűrhetetlen állapot. Szóval ezt nem tudjuk megoldani, akkor én nem is tudom, hogy mi lesz ebből. Ez 10 órát várni turista forgalommal, és még nem kezdődött el a szezon. Szóval érthetetlen. Érthetetlen a számunkra. Török Györgynek köszönjük szépen, és akkor még egyszer gratulálunk az év úri embere díjhoz. Köszönjük, hogy befáradt. Nagyon szépen köszönöm. A Prosperitáti Alapítvány múlt héten közreadott sajtóközleménye szerint a beérkezett megkeresések alapján felmérte az érvényes integrációs szerződések módosítási lehetőségeit, majd mindennek figyelembe vételével lehetőséget biztosít a gazdáknak a lehetséges integrátori cserére, amennyiben az nem teljesítette a szerződésben foglaltakat. Hogy mit is tartalmaz és mit foglal magába a módosítást, a stúdió vendégemmel Juhász Bálinttal, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetőjével járjuk körbe, de előtte nézzenek meg egy riportot a témával kapcsolatban. Ahogyan sok más országban, úgy Szerbiában is a mezőgazdasággal és állattartással vállalkozói alapon foglalkozóknak be kell látniuk, ha a piacon, vagyis versenyben akarnak maradni. Együtt kell működni másokkal. Lehetőleg minél több agrárpiaci szereplővel, és az ezekkel kapcsolódó legfontosabb szervezetekkel, intézményekkel. A termelőnek a mezőgazdasági termeléshez eszközökre van szüksége. Vetőmagra, műtrágyára, erő és munkagépekre egyaránt. A betakarított termést raktározni is kell, vagy azonnal eladni, feldolgozni. Ezek a műveletek mind-mind több irányú együttműködést igényelnek, tehát alapfeltétel a gazdálkodás eredményét befolyásoló tényező, az együttműködési készség, az együttműködés intenzitása és minősége. Tulajdonképpen erről szólnak az integrátori szerződések. A zentai horvátkátai család több generációra visszamenőleg foglalkozik növénytermesztéssel és állattartással. A Prosperitáti Alapítványnál először 2017-ben pályáztak, majd második pályázásukkor 2018-ban kötöttek integrátori szerződést egy zenta községi terményfelvásárlással foglalkozó céggel. Egy zentai székhelyi céggel kötöttem szerződést a Prosperitáti Alapítvány követelményei szerint. Kétszer 5 hektárt szerződtem le integrátorra, és ott az előírt mennyiségeket szállítottuk minden évben. Családi gazdaságunkban repce, búza, sörárpa és kukorica termesztéssel foglalkozunk, és minden évben ezek beosztott mennyiségben kaptak ebből az integrátorok. Nagyon szépen indult az egész, és mi már előtte is együttműködtünk ezzel a céggel. Most itt közben fennálltak ilyen kifizetési problémák, és láttuk, mikor a repreanyagokat nem tudták biztosítani, hogy valami problémába ütköztek. Szinte egy évet tudtunk bezárni az első integrátorral, és bánt bennünket, mert nem volt rossz a kapcsolat, meg jó tudott működni előtte is.
Az alapítvány végig úgy érezzük, hogy próbálta ezt a csorbát kiküszöbölni, ami így közbe jött. Őnekik is problémájuk, meg a termelőknek is probléma, de most nagyon örülünk, hogy megpróbálta ezt, hogy most újfelé, másfelé integrálódni, mert másot láttuk, hogy ez működőképes is tud lenni. A gazda elmondta, hogy senkit nem okol a történtek miatt, hisz minden cég életében adódnak nehézségek, ahogyan a mezőgazdaságban, például nekik sokszor az időjárás húzza keresztül számításaikat. A felsőhegyi horvátkátai Ervin a bikatenyésztés mellett közel 70 hektáron folytat növénytermesztést. A zentai integrátorral a földrajzi közelség miatt is kötött felvásárlási szerződést az általa termesztett sörárpára. Tulajdonképpen nálunk is működött elejébe, most itt az utolsó évben akadt meg egy pillanatra, de úgy néz ki, hogy helyre gyűnnek a dolgok, csinálják, azon vannak, hogy bökkenőmentesen menjen az átvétel, meg a kifizetés. Maradtam a régi integrátorunknál, ennél az entei székhelyünél, tehát az átvétel az működött, picit kellett várnia a kifizetésekre, egyelőre úgy néz ki, hogy maradunk is ennél az integrátornál. Tehát hol nincs az életben, a mai viszonylatban a probléma, tehát mindenhol nehéz, úgy kisgazdaságban, mint nagyokban, mint cégeknél, de megoldódott a gond, vagy úgy látszik, hogy megoldódik, tehát azon van mindenki, a Prosperitas is, és a cég is, hogy ez jó menjen, tehát ahogy megvan kötve a szerződés, teljesítve legyen minden irányba. A Prosperitáti Alapítványnál két lányával együtt, több körben eredményesen pályázó horvátkátai Csaba szintén a tavaly kifizetéssel küszködő céggel kötött integrátori szerződést. Bár egy rövid ideig várnia kellett a leadott terményei után járó pénzére. Hát a végén itt megoldódott, tehát én kiosztam az újratelmelési anyagokkal, tehát ki vagyok tisztázva, tartozás nincsen, de itt most, mivel adódott egy lehetőség, hogy át lehet menni másik integrátori céghez, gondolkozunk nagyon rajta, hogy át fogunk menni másik integrátorhoz. A Prosperitáti Alapítvány munkatársa, illetve maga az alapítvány mennyiben tudott önöknek segíteni, rugalmasak voltak-e mondjuk a témát illetően? Hát a nagyon nagy segítség volt, ők mindig informálnak bennünket, mik a lehetőségek, mire térjünk ki, mire vigyázzunk oda, tehát segítőkészek voltak egy szóval. Nem véletlen, hogy modern agrárgazdaságokban a minőségbiztosítási rendszer a mezőgazdasági termelés szerves része. Tudják ezt jól a vajdasági gazdák is. Bár a gazdaság egészét átszövő globalizációs hatásokkal szemben, ha nem is jelent teljes megoldást, de mégis működőképes a termelés szervezési módszer, amit integrációnak hívunk, és amelyet a gazdák és integrátoraik jövőjét figyelembe véve a Prosperitáti Alapítvány is megkövetel szerződéseiben. Az integrátori rendszer jelentőségéről és az integrációs szerződések módosítási lehetőségéről Juhász Bálintot, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetőjét kérdezem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mit kapnak a gazdák a Prosperitáti Alapítvány által kiépített integrátori rendszerrel? Hát alapvetően az integrátori rendszer az azt feltételez, hogy voltak egyszer a mezőgazdasági feldolgozók, akik pályáztak nálunk valamilyen feldolgozó kapacitásnak a bővítésére, kiépítésére, modernizálására. Másrészt pedig ahhoz, hogy ezeket a kapacitásokat teljes kihasználtsággal tudják működtetni, ehhez még több mezőgazdasági elsődleges nyersanyagra van szükségük, azt pedig a gazdáktól vásárolják fel. A cél egy ilyen rendszernek az, hogy legyen egy biztos szakmai együttműködés, tehát szakmai tanácsadás, inputok biztosítása, illetve egy biztos felvásárló piac. Másrészt, hogy a termelők, akik ebbe a rendszerbe integrálódtak, számukra egy külön pályázatot írtunk ki, és egy külön pályázatban vehettek részt, amelynek az volt a célja, hogy olyan eszközöket tudjanak vásárolni, amivel tudják azt a mennyiséget és minőséget produkálni, amire a feldolgozó kapacitásnak szüksége van. Mely cégek vállaltak integrátori szerepeket, és nyilvánvalóan ez bizonyos kötelezettségekkel is járt? Így van, alapvetően 10 pályázatot hagytunk jóvá, tehát alapvetően a mezőgazdasági kapacitás kiépítésére pályáztak. Ez a H1-es jelű nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztésekre kiírt pályázatunk volt még a 2017-18-as évben.
akik ott nyertes pályázók voltak, azok egyúttal vállalták azt, hogy integrálják majd a termelőket. 10 ilyen cég van a Vajdaságban, 5 területen, a gabona, a zöldség, a gyümölcs, a méz és a sertés integráció épült ki ilyen módon. Itt ők vállaltak kötelezettségeket a termelők felé is. Sikerült ezt minden esetben betartaniuk? Én azt gondolom, hogy nagy mértékben igen. Sajnos tudatában vagyunk, hogy sérültek bizonyos esetben a gazdáknak az érdekei, viszont azt fontosnak tartom kiemelni, hogy minden egyes esetben azok a termelők, amelyek a Prosperitate integrátó rendszerébe tartoztak és tartoznak, azok minden esetben az idei évben is és a tavalyi évben is, igaz, hogy késéssel, de teljes mértékben kifizetésre kerültek. Ez kivételes eset, hiszen láttunk már gabonafelvásárlót bedülni itt a Vajdaságba, és az magával rántotta az összes gazdát, és gyakorlatilag kivétel nélkül azzal járt, hogy nem kapták meg a gazdák a pénzéket. Ebben a rendszerben annyiban más, hogy a rendszer előnyei mellett ilyen esetben is megoldódott a kifizetés, és a pénzüket megkapták a gazdák. Kérheti egy gazda az integrátor a cseréjét? Erre van lehetőség? Választhatnak egyáltalán? Mi a rendszerünket felülvizsgáltuk, illetve felülvizsgáljuk újra. Továbbra is az integrátor és a termelők közötti lévő jogviszonyról beszélünk. Korábban is magyaráztuk, illetve alakítottuk ezt a rendszert, annak érdekében, hogy a gazdákat tudjuk védeni. Jelen esetben azt tettük lehetővé, hogy abban az esetben, ha az integrátor megszegi a szerződést, ebben az esetben a gazda egy oldalon felbonthatja a szerződést, és más integrátorral leszerződhet, és így lehetővé tesszük neki, hogy azt a vállalást, amit a támogatási szerződéssel aláírásával tett, hogy 5 éven keresztül beszállít, azt így is tudja majd teljesíteni, tehát nem lehetetlenül el, nem lesz automatikusan kötelező a szerződésbontás visszakövetés, hanem módja lesz rá, hogy ezt teljesítse. Ezelőtt még egy olyan könnyítést tettünk, hogy amennyiben a leszerződött integrátor által nyújtott lehetőségek úgy gondolja a gazda, hogy számára nem kielégítőek, tud jobb feltételekkel értékesíteni gabonát, zöldséget, amit. Abban az esetben ezt, ha jelzi az integrátornak, és igazolni tudja, hogy máshol jobb áron, jobb feltételekkel tudta eladni, akkor ez sem minősül szerződés szegésnek, és nem számíthat bármi egyéb következményre, hanem megy tovább az élet, és működik a rendszer. Igen, itt többször utalt erre, nyilvánvaló egy gazdának az a fontos, hogy a Prosperitate-val aláírt szerződése nehogy sértésre kerül, hogy elessen azoktól a dolgoktól. Mi az ön tanácsa, hogyan járjanak el, mi ennek a legtisztább módja? Önöknek is kell jelezni, vagy az integrátornak csak, hogy szeretné cserélni az integrátorát? Minden esetben ugye a jogviszony az integrátorra áll fel, tehát neki kell jeleznie a szándékot, a szerződés szegésnek a tényét, bármit, ha nem tetszik valami, ezt első körben oda kell jelezni. Vele kell megállapodni, szerződés szerint ugye kötelesek arra törekedni, hogy ez békés úton történjen, de van egyéb módja is ennek. És amennyiben szerződést kíván bontani, értesíti erről az integrátort, és a másik rendszerbe tartozó integrátorral aláírja a szerződést, akkor ettől számított 8 napon belül nekünk egy másolati példányt behoz, akkor mi az ő támogatási szerződését módosítjuk, és tovább folytatódik az ő felénk tett vállalásainak a teljesítése, és érvényben marad a támogatási szerződése. Ennek van időkorlátja, mikor lehet ezt beadni, vagy meddig lehet beadni így a gazdasági évben? Nincsen ennek időkorlátja, azonban valahol a dolgok logikája, természete az azt kívánja, hogy a termelési év megkezdése előtt, de hát nyilvánvalóan a szerződés szegés pillanatát túl számítva, amikor a gazda ezt a döntést meghozza, akkor meglépi és értesít bennünket, tehát alapvetően időkorlát ebben nincsen. Említette, hogy
békés úton kellene ezt megoldani integrátor és gazda között, de hogyha ez mégse sikerül, akkor gazdasági bíróság, vagy ki itt az illetékes, hogyha elmérgesedik, vagy nem vonható felelősségre az integrátor, ki az illetékes? Hát ha és amennyiben békés úton ezt nem tudják rendezni, akkor ügyvédi úton akár, vagy saját magáltal megért felszólítást követően a szerződés rendelkezik róla, hogy mely bíróság az illetékes, és akkor oda kell vinni az ügyet. Én igazán bízom benne, hogy erre nem kerül sor. Hát mi is bízunk, hogy ez minél zökkenőmentesebben megy. Juhász Bálintnak köszönjük szépen, hogy befáradt. Köszönjük a lehetőség. Már várja a Magyar Kanizsai Kemping a pihenni vágyókat. Egészen szeptember 15-ig az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult a területen. Igyekeztek minél komfortosabb pihenőhelyeket kialakítani mindazok számára, akik igénybe veszik majd a kempinget. Egyelőre még nem vette kezdetét a szezon, és az időjárás sem túlságosan kegyes hozzánk, de már sokan felállították a sátraikat, vagy elhelyezték a lakókocsikat. A témával kapcsolatban a vendégem pedig Hunyvári Zsombor, turisztikával megbízott tanácstag Magyar Kanizsáról. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! A kemping már, jól mondtam, készen van, várja a látogatókat. Milyen munkálatokat végeztek itt? A kemping az mindig várja a látogatókat, meg az egész Magyar Kanizsai Tiszapart is. És hát az idei évben is próbálunk, mint minden évben fejleszteni a tartalmakon, a szolgáltatásaink minőségét növelni, hiszen azok, akik ide látogatnak hozzánk Magyar Kanizsára, ők majd ugye, ha elégedettek, akkor jó hírét viszik a városunknak, illetve a községünknek, ha meg rossz hírét, akkor, ha nem elégedettek, akkor pedig a rossz hírét, úgyhogy igyekszünk törekedni arra, jó szájízzel jöjjönek el tőlünk. Az idei évben meg el lett készítve a kemping mellett és a töltés között a parkoló rész, itt ez Mart aszfalttal lett feltöltve, egy nagyon szép és egy nagyon klasszikus parkolót kapnak az emberek, akik oda látogatnak, hiszen autóval csak annyi időre lehet behajtani a kemping területére, hogy kipakolják a sátort, vagy esetleg a felszerelést, illetve a lakókocsit be tudják vontatni, utána pedig el kell hagyniuk a kemping területét. Megtörtént magának a kempingnek a felparcellázása, kicsikét fel lett osztva a kemping, és külön van a lakókocsik számára egy kialakított zóna, mint ahogy látszik is itten, hogy külön táblákkal és sorszámokkal el van látva. Ez mellett a kamerarendszert teljesen felújítottuk, tehát a közbiztonság számunkra. Biztonságosabb lett a kemping. Így van. Eddig se voltak problémák, de azért szeretnénk ezeket a dolgokat elkerülni, az ördög sosem alszik. Nagyon fontosnak tartottuk azt is, hogy az áram, tehát az energiaellátást is egy kicsikét tehermentesítsük, hiszen az sem biztonságos, hogyha egy kapcsoló szekrényre nagyon sokan csatlakoznak egyszerre, hiszen azok, akik hozzánk ellátogatnak, ugye áramot is kapnak azért a pénzért, amiért ugye Hadd kérdezzek már vissza, mennyibe kerül egy bérlet, hogy megy ez? Hát én mindig azt mondom, hogy minden relatív, de ha azt mondom, hogy egy doboz cigaretta árától olcsóbb a napi jegy, tehát ez a 200 dinártól és 250-300 dinár között mozog a napi jegy, akkor én azt mondom, hogy ez egy nagyon jutányos ár. Picivel talán drágább, mint a tavalyi, de viszont ezért a szolgáltatásért cserébe biztonságot, rendezett környezetet, áramcsatlakozási lehetőséget, ingyenes wifit kapnak az ide látogatók, meg hát természetesen a gyönyörű Tiszapartunkat, a gyönyörű panorámát Bánát felé. Amire nem lehet árcédulát tenni. Mekkora kapacitása a kempingben lakókocsik és sátrak tekintetében? Hát lakókocsik meg sátrak, ezek mind-mind jöhetnek, sőt, meglátjuk, tehát attól függ az idei évben, hogy mennyien jönnek, és úgy megpróbáljuk szépen részarányosan elosztani ezt a területet, hogy mindenki számára megfelelő legyen az a nagyság, amit tudunk biztosítani, meg hogy biztonságos is legyen. Ez mellett azon dolgozunk, hogy akik ide látogatnak, azok azt érezzék, hogy biztonságban vannak, tehát meglátjuk a vírus helyzettől függően ezt a dolgot. Maga a kemping résznek van egy úgymond egy előrésze, ahova nem csak azokat várjuk, akik sátorozni jönnek, hanem például egy 5-10 fős társaság, hogyha szeretne főzni, akkor igénybe veheti ezeket a tűzhelyeket, asztalokat, és akár egy napra is le lehet csak pakolni. Kicsit térjünk el akkor a strandtól és a lakókocsiktól. Azt mondta, hogy amennyiben a járványhelyzet megengedi, a rendezvények tekintetében mit terveznek Magyar Kanizsán?
Hát így van, hogy amennyiben a járványhelyzet megengedi, az első talán legjelentősebb rendezvényünk, ez most hétvégén lesz a Magyar Kanizsai Vásár, az idei első vásár, ez vasárnap lesz, 23-án, és ott várjuk már a hozzánk látogatókat. Tehát ez mellett az egyik talán legnagyobb múltra visszatekintő rendezvényünk az a futó-úszó maraton, ami megújult névvel futó és úszó fesztiválként került megrendezésre már az elmúlt időszakban. Úgyhogy ez ottan az augusztus talán második hétvégéje körül várható. Mindezek mellett már hagyományosnak mondható vadásznapokat is szeretnénk megszervezni. Hát természetesen ezek mind nagy kérdőjelekkel től függnek. Meglátjuk, hogy a vírushelyzet mit enged. Akkor az új kenyérünnep, Szent István nap, tehát ez is egy olyan tradicionális nagy rendezvény a Magyar Kanizsának. Ezen kerül a község területén ugye az Oromi Malomfesztivál, Kanizsafest, tehát ezek mind tervben vannak, és bízunk benne, hogy megengedik a lehetőségek, hogy megtartsuk. Tehát nyár lesz, majd meglátjuk, lesz-e Magyar Kanizsai nyár. Újvári Zsombornak köszönjük szépen, hogy befáradt hozzánk. Templom búcsút és három napig tartó falunapot rendeztek a bánáti tordán. Az alkalomra elkészült torda érték gyűjteménye is, amely a közeljövőben további tartalmakkal bővülhet majd. A bánáti papság közreműködésével ünnepi szentmisét mutattak be a falu védőszentje, Nepomuki Szent János vértanú tiszteletére. A változékony időjárás ugyan megzavarta a kirakodó vásárt, viszont idén érezhetően több vendég érkezett tordára, és jó hangulatban ünnepeltek a helyiek. A háromnapos rendezvény részleteiről és annak jelentőségéről a falu életében Juhász Gábor kollégám kérdezte Dobai Jánost, a tordai helyi közösség elnökét. A hétvégén tartották a templombúcsú tordán az eseményeket Dobai Jánossal, a helyi közösség elnökével értékeljük. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Hát sajnos az idei templombúcsú falunap is, tehát olyan úgy zajlott, mint a tavalyi, tehát sokkal szerényebben, hisz a járványügyi helyzet az megtette a magáit. Mi nem ilyen falunaphoz ünnepezt, tehát szoktunk. Mi nagyon sok gazdag, tehát programmal, koncertekkel, főzőversennyel, egyéb más dolgokat szoktuk tehát megünnepelni a falunapot, de sajnos nekünk is alkalmazkodni kellett a járványügyi helyzethez, de úgy gondolom azt, hogy függetlenül tehát az intézkedésektől, tehát tartalmilag, minőségében, a látogatottságában azért ez a falunap sem maradt el a többi falunaptól, tekintettel arra is, hogy egy kis jubileumot is ünnepeltünk, ünnepelünk az idén, hiszen 245. évfordulója annak, hogy a falu újra telepedett, a Szeged és Makó környéki gányó családokkal, vagyis dohánytermelő családokkal, és ez a 245 év azért megtette a magáét, ez a falu nagyon sokat, tehát fejlődött, szépült, hisz az ünnep akkor ünnep, hogyha van mindig miért ünnepelni. Én úgy gondolom azt, hogy a tordaiak, és akik elszármazottak innen, meg a többek csak ide látogatnak, azok büszkék lehetnek erre a falura, mert úgy gondolom, hogy ez a falu megőrizte a sajátosságát, megőrizte az értékeit, megőrizte az összefogást, a megbecsülést, az egymást iránti, tehát odafigyelés, szeretetet, ami nagyon fontos a mai ember és a tordai polgár számára is. Említette, hogy a rendezvényekre rányomta a bélyegét a koronavírus járvány. A falunak a mindennapi életére mennyire nyomta rá a bélyegét? Mennyi a fertőzött, mennyien voltak megfertőződve, illetve mennyire hajlandóak az emberek a koronavírus elleni védőoltást felvenni? Azért elmondhatjuk azt, hogy tehát annyi fertőzött, tehát tordán nem volt, tehát mi az átlagon aluliak közé sorolhatjuk magunkat. Kórházi kezelésre is nagyon kevesen szorultak, egyetlen egy
haláleset volt, tehát aki ebben a vírusban tehát halt meg. Ugyanakkor el lehet mondani azt is, hogy ami a beoltottságot illeti, azért az embereknek egy jó része, különösen az idősek, azok felvették most már mind a két vakcinát, és itt helyben is tehát lehetett több alkalommal is megszerveztük azt, hogy itt helyben is felvették az oltóanyagot is, és ennek is köszönve körülbelül, még bár ez nem éppen elfogadható, tehát mi ettől még többet szeretnénk, olyan 41%-a a lakosságnak tehát meg van védve, be van oltva, és gondolom azt, hogy tehát ez is azt jelenti, hogy a tordai polgárok tehát felfogták azt, hogy, tehát, hogy szükség van arra, hogy felvegyék a védőoltást, hogy minden visszatérjen a rendes kerékvágásba, mert azért ez a vírus rányban megtette azért a magáit, tehát nem, szabad, nem lehet azt mondani, hogy nem, kicsit az emberek jobban bezárkozottak lettek, tehát nincs az a mozgástér, elmaradt, tehát nagyon sok programunk, de azért úgy gondolom azt, hogy tehát ennek ellenére tehát a falu azért továbbra is élte a normális életét, éli a normális életét, és remélem azt, hogy hamarosan minden a régi kerékvágásba fog jönni, és az, amit tehát nem sikerült az elmúlt, most már több mint egy év alatt megvalósítani, azt majd igyekszünk az elkövetkező időszakban is megvalósítani. Itt nem csak a rendezvényekre gondolok, hanem egyéb tehát lehetőségekre, kisebb-nagyobb beruházásokra is. Mik ezek a beruházások, milyen fejlesztéseket tudtak az elmúlt időszakban megvalósítani, és mik azok, amiket most terveznek? Sajnos az elmúlt időszakban tehát csak ilyen kisebb beruházásokat tudunk beszámolni, de úgy van az, hogy tehát a mi számunkra tehát minden kis beruházás eléggé jelentős, és az, ami tehát fontos az, hogy pályázat útján tehát tudtuk ezt megvalósítani, és elsősorban is a Magyar Kormány és a Magyar Nemi Tanács segítségével, meg részben a Begasengyőgyi Önkormány és a Tartományi Titkárságos segítségével. Elsősorban is az, amit tehát most az ünnep alkalmából felavattunk, tehát egy új színháztermet, ahol felújítottuk az ülőszékeket. Ez a számunkra ez egy nagyon fontos dolog volt, mert a székek nagyon elavultak voltak, mint a 40 évvel ezelőttiek. Ugyanakkor a másik dolog az, hogy az ifjúsági ott, amely valójában civil szereteknek egy ilyen központjával szeretnénk válni, ott is ilyen kisebb beruházást, a nagy termet részbe tehát felújítottuk, ott szeretnénk egy ilyen állandó kiállító termet létesíteni, de rendbe hoztuk a többi, tehát középleteinket is a helyi közösségi épületét, a régi községházát, a kultúrotthonon is, tehát végeztünk egyéb beruházást, nyílászárokat, ablakokat cseréltük, a konyhát kicsikét korszerűsítettük, tehát próbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy valóban ez egy élhető közösség legyen, akik elmentek, egy nap majd visszajönnek, ez persze jelenti a munkahelyeket, és remélem azt, hogy tehát a munkahelyeknek a teremtése is előbb-utóbb tehát meg fog teremtődni, hisz vannak nagyon jó fiatal vállalkozóink, akik tehát egy reményt adnak arra, hogy ennek a falunak tehát van még mit keresnie. Ugyanakkor el kell mondani azt, hogy a Prosperitáti Alapítványnak köszönve nagyon sok tehát mezőgazdasági gépezet, traktorok, kombányok, kapcsolatú eszköz bejött, ami erősíti tehát a itteni gazdaságot, a mezőgazdaságot, és ez nagyon sokat jelent a számunkra is, megkönnyíti a mezőgazdasági munkátokat, korszerűsíti, és ez is azt jelenti, hogy a földvásárlásra, a házak vásárlásra, vagy itt, hogy akik már ebben a pályázatban belementek, tehát azok nem fognak elmenni, azok itt akarják tovább folytatni az életüket, és ez nagyon fontos a számunkra. Ugyanakkor mi mindent megteszünk annak érdekében, tehát, hogy minden olyan feltételt biztosítsunk, mint egy városban van, tehát van minőséges ivóvízünk, a központi gázvezetéket is bevezettük, az elmúlt időszakban mintegy 70-80-an kapcsolódtak rá, ugyanilyen további, tehát ilyen érdeklődés van. Tehát azt jelenti, hogy az emberek tehát itt akarják a további életeket leélni. Vannak persze még terveink is, elképzeléseink is. Az, ami a mi számunkra szintén egy nagyon fontos az, hogy befejezzük tehát a civil szervezetek otthonának a felújítását, erre is van ígéret, tehát, hogy a Magyar Kormány, a Magyar Nemzeti Tanács segítségével jövőre ezt el tudjuk végezni, és ami számunkra, tehát a tordai polgár számára fontos, mint hívő számára is, megkaptuk
magyar kormány támogatása, hogy a templomnak a teljes felújítását tehát befejezzük, elvégezzük, és úgy gondolom azt, hogy akkor elmondhatjuk, hogyha még ez a két épület tehát felújul, hogy az összes középületet tehát fel tudtuk újítani, meg tudtuk teremteni, tehát minden fiatal, de idősek számára is a szórakozási, kulturális lehetőségek, és persze, mint mondtam is, tehát nem fognak tehát elmaradni a munkájának a teremtése is, hisz akik már itt akarják megtenni a jövőket, azok már nem fognak innen elmenni. Mi pedig azért vagyunk itt a helyi közösségben is, a civil szervezetekben is, hogy tényleg mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ez a tord, ez a közösség életű legyen továbbra is. János, köszönöm szépen az információkat. Én is köszönöm. A közügyeket Tordáról Juhász Gábor tudósította. Kültéri játszóház, kézműves foglalkozások, néptánc és népzene így ünnepelte 15. születésnapját az Aranykapu Játszóház a Népkör Magyar Művelődési Központban Szabadkán. Gyerekek és felnőttek egyaránt önfeledten szórakozhattak a rendezvényen. A 10 éves Emma most járt először a Népkör Magyar Művelődési Központban. Melyik játék tetszik most itt az udvarban a legjobban? A pecázás. Sikerült pár halat kifogni? Uh-huh. Mennyit? Kettőt. Kettőt, és más játékot próbáltál még, vagy fogsz majd? Nem, még nem próbáltam. És voltál már itt többször is? Többször játszottál ezekkel a játékokkal, vagy ez az első alkalom? Ez az első alkalom, hogy itt vagyok. A fajátékok és a körhintázás mellett kézműves foglalkozásokon is részt vehettek a gyerekek. Háromfajta kézműves foglalkozással készültünk. Az egyik egy pólyásbaba készítés, amikor anyagból összekötjük a pólyát, illetve elkészítjük a babát. A másik kézműves foglalkozás lányoknak készült, ami egy ilyen papírból készült nyaklánc, illetve a harmadik során egy kosárkát lehet készíteni, amiben lehet cukorkát tárolni, vagy akár bármit. Mennyire fogékonyak a gyerekek ezekre a játékokra, illetve miért fontos, hogy mondjuk ezzel a motorikus képességeiket is fejlesszék? Úgy gondolom, hogy nagyon jók ezek a kézműves foglalkozások, a finomotorika, illetve a grafomotorikára egyaránt, és nagyon szeretnek ezekkel dolgozni, szeretik, hogy megbírják fogni, esetleg meg lehet szagolni, vagy különböző érdes felületeket, ahogyan megbírnak fogni, ez nagyon érdekes számukra. A Szilaj táncegyüttes a húsvéti ünnephez kötődő műsort mutatott be, Zinkler Leon volt az egyik szereplő. Egy ilyen locsolkodással készültünk lényegében, és azt adjuk most elő. Hányan vagytok nagyjából, és mi lesz itt? Lesz valóban locsolkodás? Hát úgy volt tervezve, hogy lesz, de mivel bent tartsuk a nagy terembe, így nem. Nem lesz szó szerinti locsolkodás, de eljátszunk mindent, ahogy kell. Mióta néptáncolsz egyébként, és miért szereted? Hát én olyan 4 éve néptáncolok, és nagyon szeretem, ilyen sürgőforgó és táncos életet szeretem. A rendezvényen bemutatták a Juhász zenekar 8. lemezét. A Tudom én már című CD főként a gyerekekhez szól. Az együttes turnézik tovább, a héten ellátogatnak még Zentára és Bács-Feketehegyre. A lemezünk pedig érdekes mindenki számára, hiszen egy történetet mond el, van neki egy szála, és nagyon jó zenék vannak rajta, nagyon jó hangszerelések vannak rajta, vonós hangszerek, tamburák, fúvós hangszerek, ütős hangszerek megszólalnak rajta, és mindenki számára én szerintem egy nagyon jó kis szórakozás jelent. Hál' Istennek erre többen is rájöttek, egész Vajdaságban most ezzel turnézünk, úgyhogy nagyon jól jön így a zenekar számára az, hogy be tudtunk indulni, meghívásokat kapunk, és mindenhol nagyon szépen fogadnak minket, nagyon élvezik a gyerekek a koncertjeinket, és én azt gondolom, hogy ez ennek az egésznek a lényege, hogy csináljuk a gyerekek számára a kultúrát,
mutassuk meg nekik a saját hagyományaikat, mutassuk be nekik a népi hangszereket, és tanulják, élve tanulják az őseiknek a kultúráját. A rendezvényt egy jótékonysági akcióval is összekapcsolták, a pénzből pedig az Aranykapu játszóház játéktárát szeretnék felújítani. Összesen 31.650 dinár gyűlt össze. Őszintén szólva tele van a szívem örömmel, és valahol hálás is vagyok, hogy ilyen szép idő van, és meg tudjuk szervezni ezt a rendezvényt. És talán ez az újranyitásunk, az újrakezdésünk, és újból kitártuk a kapuinkat, néptáncosaink fellépnek, juhászenekar koncert lesz, és sok-sok gyermek összejött, családok összejöttek, és játszanak a játékparkunkban. Úgyhogy ettől mit is kívánhatnánk jobbat egy születésnapra, mikor itt van a vendégsereg, és már ünnepeljük is így a 15. születésnapunkat. Minek jegyében gyűjtötök? Az Aranykapu játszóház játéktárát szeretnénk felújítani, valamint bővíteni, hiszen ez a 15 év alatt pótolni tudtuk, de azért nem úgy, ahogy mi szerettük volna, hiszen az anyagi lehetőségek mindig korlátozottak, és arra gondoltunk, hogy süteményasztallal, gyümölcskosarakkal, mi egyébből tudnak válogatni, és egy szerény kis ajándék cserében tulajdonképpen adományokat fogadunk el, amelyet a játéktár felújítására és felújítására szeretnénk fordítani. Hogy minél több gyermeknek és családnak örömet tudjunk szerezni a jövőben is. Még egy kérdésem lenne, hogyha valaki most kedvet kap ezután, hogy esetleg az Aranykapu játszóházba szeretne jönni, gyerek vagy szülő, hol jelezheti ezt és mikor jöhet? Szerdánként kötött foglalkozásaink vannak a picik számára, és az a csütörtöki nap, amikor tulajdonképpen eljöhet bárki, és betekintést nyerhet ezekbe a foglalkozásokba, ezek kötetlen foglalkozások, a Facebookos oldalunkon, és telefonon az 557033-as telefonszámra várjuk a jelentkezéseket. A programsorozatot a Juhász Zenekar lemezbemutató koncertje és ifjúsági táncház zárta. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket, holnap is várom Önöket hírháttérműsorunkban. További kellemes estét kívánok, a viszontlátásra!